Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt is vagyok egy újabb Scrapanik része, ez a Scrapanik 7. része, és ebben a videóban be fogom nektek mutatni a repülőházat, amit az előző videóban is említettem, illetve az a komment szekcióban, ahol kis szavazást is indítottam, hogy mit mutassak be következőnek, ott a robot, ott volt ez, és ott volt egy kotrógép, de erre jött a legtöbb szavazat, úgyhogy ezt mutatom be. Aki esetleg a többire szavazott, nem kell megsértődni, azok is be lesznek mutatva, de ezt észszerű bemutatni, mert ugye egyrészt erre többen szavazhatok, másrészt a roboton, meg a kotrógépen van még mit javítani, meg fejleszteni, ezen viszont már nincsen, úgyhogy mindenképp ezt lenne észszerű bemutatni. Azok is be lesznek mutatva valószínűleg a következő videóban. Na de akkor térjünk is a lényegre. Ez lenne itt az a repülőház, amiről beszéltem. Nem vittem túlzásba a dizájnolást, teljesen fekete az egész. 20 milliót rasztőre, mint láthatjátok. Itt van a bejárat. És itt bár is bemutatnék egy érdekes dolgot. Ugye itt van a bejárat, megnyomom a gombot, kinyílik az ajtó. Viszont itt van még egy kapcsoló, és ezt megnyomom, így is becsukódik az ajtó. Na de ezt hogy csináltam? Van itt ez a Logic Gate-re névre hallgató dolog. Ezzel lehet érdekes dolgokat csinálni, érdekes rendszereket összehozni. És meg is mutatom, hogy hogy néz ki a teljes rendszer a háznak. Hát igen, van itt rengeteg jó dolog. És egy jó pár Logic Gate is bele van rejtve a ház, hogy bele van építve. Ilyenek. És rengeteg ilyen ajtó van, tehát annyi a lényeg, hogy ugye láthatjátok, hogy ezzel kinyitom, és ezzel be lehet csukni. De most átmennék a másik oldalra, és ott megint megnyomnám a gombot, akkor megint kinyílna az ajtó, szóval tényleg jó dolgokat lehet ebben csinálni ezekkel a Logic Gate-ekkel. Itt van rá a következő példa. Ez egy automata ajtó, csak nem kapcsolóval, hanem ugyanúgy érzékelővel működik ez. Aláállok és kinyílik az ajtó. Ugyanez a másik oldalon, itt is ugyanez van. Automata, tehát még, itt még gombot sem kell nyomni, és szerintem ez így rohadt jól néz ki. Kicsit ilyen skiffis ez az ajtó, mintha, mit tudom én, a Halálcsillagban lennénk, vagy nem tudom. Nekem ez az jutott eszembe. Na de akkor, hogyha már itt is vagyunk, bemutatom a raktárat. Itt nincsen túl sok minden, csak néhány dobozt pakoltam le. Ez lenne itt a raktár, ahol kaja van, pia van, meg mindenféle bizbasz, ami kell az éléshez, hogy esetleg fölköltözök az égre. Itt pedig a kontroll terem van, ahol mindenféle, ahol itt lehet irányítani ezt az egész házat. Ezeknek nincsen különösebb funkciója, itt ez egy halom Logic Gate, és ha nyomkodom ezeket a gombokat, akkor ki lehet őket kapcsolni, hogy ne világítsanak. Vagy nem világítsanak. Hogy ne világítsanak, igen, azt akartam mondani. Ez csak dekorációnak van itt. Ami valóban működik, az ez itt. Ebben a székben lehet irányítani a hajót, felküldeni, leküldeni, meg a helikopter leszállót. Ja nem. De tök mindegy, a helikopter leszállót is itt lehet kinyitni. Azt is majd be fogom mutatni. De először menjünk fel. Fel. De hogyan, itt nincsen lépcső? Na pont ez a jó ebben az űrhajóban, hogy ebben még lépcső sincsen, hanem lift. Úgyhogy jóval modernebb ez a ház, mint amit eddig is építettem, minden, mert abban a lépcső volt, ebben meg már lift van. És ráadásul repül is, szóval faszántos kis ház lett. Na mindegy, ez itt a fürdőszoba, bemegyünk ide. Akkor most itt ide sűrítettem néhány izét, ilyen fürdőszobai kelléket, itt egy fürdőkád. Most magamra közelítek, akkor ott fog fürdeni a figura. Itt egy csap, itt meg egy WC, ezt is lehet használni. Akkor itt leáll, nem tudom mit csinál, WC-zni, vagy mit csinálna a WC-n, ezt jól megmondtam. Viszont kezd egy kicsit leesni az FPS, mondjuk nem véletlenül, ugyanis ez egy hatalmas nagy építmény. Ekkora dolgot még nem építettem. Itt van egy ágy, egy rádióban, amit be lehet kapcsolni, és akkor lehet zenét hallgatni. Bár nem tudom, mennyi lehet hallani, mert a játéknak is van zenéje közben, és ennek is van zenéje itt, úgyhogy kicsit egybefolyik az egész. Ez itt egy ilyen erkély, egy kiülő, itt még egy ilyen napvédő is van, napernyő is van, ki lehet alá ülni, és nézni az eget, hogyha fönn vagyunk az égben. És hogyha még följebb megyünk, ahol már nem lift víz fel minket, itt van a helikopter leszálló. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a pályának van teteje. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen láthatatlan plafont. Tehát nem tud az örökké valóságig fölmenni ez a ház, egy idő után megáll. És ezek itt, ezek a rudak így majd ki fognak emelkedni a házból, és úgymond eltolják a házat a plafontól, hogy egy kicsit lejjebb legyen, és itt legyen hely. És majd így lehet ide beszállni, mert egyébként ugye, hogyha ez ilyen szinten lenne ez a két vasrúd például, meg ez a négy itt, akkor kb. Ez a két blokk
magasságnyi hely lenne, ahogy be lehetne ide szállni, de az úgy a képtelenség. Úgyhogy ezért kell az, hogy ez a négy dolog eltolja a hajót a plafontól. Na de mindegy, ezt majd be fogom nektek mutatni, mert úgy majd talán ti is megértitek, mert most így értitek, itt most kiérti senki szerintem. Ez itt a helikopter leszálló, ez így kinyílik, és akkor már is nagyobb a hely. Na de akkor felkészültetek? Menjünk fel az égbe? Szerintem igen, csak először kapcsoljuk ki ezt a rádiót. Itt bemegyünk. Ez is ugyanúgy működik, két kapcsolós ajtó. Kicsit eltávolodik a kamera, és már repülhetünk is. Na és itt szerintem fel fogom gyorsítani a videót, ugyanis elég magasan van a játéknak a plafonja, úgyhogy itt egy kicsit várni kell, hogy felérjünk. És... na mi történt? Hoppá, ez így nem lesz jó. Az a lényeg, hogy megérkeztünk, csak valamiért ott bebegolt felül a platform. Csak tudnám, hogy miért. Na mindegy, most fölmegyek oda és megnézem. Vagy akár innen is. Ez így nem lesz jó. De miért bugolt be a platform? Na jó, ezt menjünk föl és javítsuk meg. Így legalább történik is valami action, nem csak bemutatom az űrhajó, a űrhajót, ugyan a házat, hanem még meg is javítjuk együtt, közösen. Jó, hogy nem tudjuk, mert nincsen elég hely. Vagy erről beszéltem, erről a plafonról. Hát pedig most valahogy ki kell játszanunk ezt. De most mitől bugolt így be alá? Ja, akkor az lesz, hogy ezt fölküldjük. Ezeket a... oszlopokat feltoljuk, és akkor majd úgy megyünk föl. Nem tudom, így hárommal mennyire fog működni. Működik? Hát... mennyire tartja meg az űrhajót ez a három? Megtartja, azt mondjátok? Hát ez nem túl biztató így. Na? Talán most. Na jó, most szinte egész stabilan megállt az űrhajót fönt, még három talpal is. Hé! Összecsuk engem az ajtó, mi történik itt? Kezd bebagulódni az egész. És megint űrhajót mondtam, gondolom egy jó párszor. Na akkor most az lesz, hogy ide kijövünk. Igen, pontosan ezt akartam. Előveszünk egy ugyanolyan rudat. Hol van? Ezt itt. Ezt itt néhány. Vagy nem néhányat, hanem csak egy ilyet, és... kijavítjuk, ha elérem. Ezt elérem pont. Na még egy ilyen kell rá. És egy ilyen. Nem kék színűre akartam, hanem feketére. Egy kicsit leesett az FPS, ugyanis egy hatalmas házzal vagyunk itt fönn az égen. Szóval az a lényeg, hogy láthatjátok, most már stabil. Meg is nézhetjük, most már teljesen stabilan itt fönn van az égen. Úgyhogy itt most már azt lehet csinálni, amit akar az ember, kével engedni az űrhajót, mert azért nem lenne túl jó. És megint űrhajót mondtam. Jó, most számolni fogom, hogy hányszor fogom azt mondani, hogy űrhajó. Mert ez hihetetlen. Ide is ki lehet ülni, ki lehet menni az erkére pihenni. Jó messze vagyunk mindentől. Itt teljesen védve vagyunk mindentől. Itt fenn. Hallgassunk egy kis zenét, úgy van. És akkor megmutatom a helikopter leszállót megint. És ez a bázis teljesen stabilan itt megáll a plafonon. És ez ide akár amúgy az, azon gondolkoztam, hogy ide az UFO-val rá lehetne szállni. Tehát most leugrunk,
És az UFO-val visszajövünk és ide leszállunk. Az mit szóltok? Megtegyük? Kihívás elfogadva? Hát jó van akkor. Megteszem, csak félek, hogy itt fog ragadni az űrhajó örökre. Vagy, és megint űrhajót mondtam. Na jó, akkor... Ezek ki van nyitva, ezek is. Viszlát űrhajó, és megint űrhajót mondok, ezt nem hiszem el. Viszlát repülőház. Majd találkozunk valamikor. Ha visszatérek, te jó, hogy milyen messzire kerültünk a bázistól. Na és ott van fönn az égen, azért látszódik elég nagy. Menjünk fel az UFO-val és leszedjük. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog ez a mentő akció, hogy leszedjük onnan az égről. Tehát végülis most azért van kialakítva az a helikopter leszálló, hogy oda le lehessen szállni. Szóval most miért ne próbáljam ki? Hol van? Itt az UFO, ezt mutattam be az előző videóban, stabilan repül. Hoppá. Na akkor ezt most törlöm, mert átállítottam egy thrustert. Igen, a thruster az nagyon számít itt, mert picit is át van állítva, akkor már teljesen felborul az egyensúlyérzéke a hajónak. Na, akkor menjünk föl. És szedjük le azt. Ez jóval gyorsabban emelkedik föl amúgy, mint a ház. Na és most végre házat mondtam, és nem űrhajót. Na. Én nagyon remélem, hogy le fogjuk onnan tudni szedni. Ez olyan fontos, mint egy NASA akció. Na, ott van. Oké, akkor egy kicsit visszaveszünk a sebességből. Ez egy kicsit messze van tőlünk, majd megközelítjük valamelyik irányból, nem tudom. Hát nem ezen az oldalon van a helikopter szálló, szerintem azon. Na mindegy. Akkor menjünk egy kicsit odébb. Aha, azon az oldalon van. Akkor jó irányba indultunk el. Innen tök picikének tűnik, közben pitang nagy. Ez így megvan. Most jön ez. Hoppá, ez baj. Ez nagyon nagy baj. Ez mi volt? Ez mi aretek volt? Hú, most kiakadtam. Ez mi aretek volt? Jó, hogy itt lettünk volna már a pálya szélén? Hát ezért nem lesz jó, hogyha fönnhagyjuk azt az űrhajót, megint űrhajót mondtam. Szurkoljatok, hogy a következő körben le tudjam szedni. Ja, hát akkor megközelítjük egy másik oldalról, tök mindegy, csak szálljunk rá, aztán vigyük le. Nem hagyhatom ezt itt fönt. Az sem nagy baj, hogyha most itt fönnmarad, mert akkor építek egy hatalmas platformot, ami repül, felküldöm alá, és majd leszedem úgy. Hát nem érdekel. Ne szórakozzunk. Csak nagy, megint neki megyünk a pálya szélére. Ja, hát akkor ezek szerint nem tud, ez egy most elég nagy szívás, hogy a helikopter leszálló az pont a másik irányba néz, és oda nem tudunk leszállni. Hát akkor kénytelenek leszünk másik irányból megközelíteni az egészet. Oké, állj. Még egy kicsit föl. Hú, de közel vagyunk már hozzá. Kicsit odébb. Tehát abból az irányból véletlenül se közelítsük meg, menjünk így erre. Ezt nem így terveztem. Még följebb. Minek vállalkoztam én ilyen őrültségekre? Ilyen lehetetlen küldetésekre. Minek vállalkoztam? Kicsit arra, úgy. Azaz. Ez most komoly? Na várjunk. Várjunk.
Hú, de jó. Stabilan meg tudunk állni a plafonon. Ja, akkor azt tudjuk, ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy megkeressük, hogy melyik thruster az, amelyik ebbe az irányba. Ez. Ezt elengedjük, és így. 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 Nem látom. És most mind a kettőt elengedjük. Ez az, és meg is érkeztünk. Ennyi. Megérkeztünk, és nagyon durva leesett az FPS. Az igen, de laggolok. Hát mert űrhajón űrhajó van, és megint űrhajónak neveztem a házat. Borzasztó vagyok. De nem érdekel, az a lényeg, hogy megcsináltuk. És megmentettük a házat. Ez az. Szerintem ez mindenképp megérdemelne a lájkot, úgyhogy ha tetszett ez a mentő hadművelet, akkor nyomjatok egy lájkot, köszönöm szépen. És akkor szerintem térjünk haza, ami annyiból áll, hogy ezt most így... Nem, hol van kettes. Ezeket leengedem. És megyünk haza. Juhé! És ki tudja, hogy hol fogunk kikötni, mert hogy nem azon az egyenes platformon, az biztos. Valahol ott a sivatagban, a pálya szélén. Aha, mindjárt gondoltam. Na mindegy, ezeket most hazavisszük. Kicsit tompítjuk a zuhanást, és... megérkeztünk. Nagyon-nagyon szuper. Na menjünk föl. És hajtsuk be azt a... Az igen. De szaggatok. Ah, jó, akkor van egy jobb ötletem. Menjünk ide ehhez. Ezt fogjuk meg. Így. És már is visszajött az FPS. Ez pedig fejjel lefelé fordult. Melyiket vigyük először haza? Illetve minek vigyük őket haza? Csak simán kitöröljük őket, aztán majd ott újra buildelünk egyet. Nem lenne az logikusabb? Delete. Vagyis ezt töröljük ki, ezzel, ezt pedig így. És akkor menjünk ezzel haza szerintem. Míg régen örültem, hogy egy repülődolgot lehet irányítani, most azért örülök, mert egy repülődolgokkal meg lehet menteni egy másik repülődolgot. Hát ezt nem így akartam. Melyik gomb az, amelyikkel? Jó, megvan. Így. És haza is értünk. Yeah! Bom. Hú! Szerintem így már izgalmasabb is lett a videó, mert az, hogy bemutatom, meg repülök, meg minden az úgy. Oké, de én egy kicsit fel akartam pörgetni a hangot azzal, hogy én most ott hagyom az égen és utána megyek. Hú. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és akkor majd találkozunk a következő részben. Sziasztok!